És szeretnék akkor minden cosplayest megkérni, hogy fáradjanak ide fel a színpadra mindannyian. Nagyobb nehézségekkel viszont sikerül feljönniük a színpadra. Lassan-lassan elkezdenek szállingozni. Addig elmondom, hogy ugye ezt már mondtam az elején is, hogy egy zsűri már értékelte a versenyzőket, illetve meg is született az eredmény. Ezt az eredményt szeretnénk itt mindjárt ismertetni veletek. Ez... Érkeznek szépen lassan. Ugye ez úgy működik, hogy kettő kategóriánk van. A legjobb cosplay, illetve a legjobb gamer cosplay. Mindegyik kategóriában 3-3 jelöltet fogunk hirdetni, majd megmondjuk, hogy a három ember közül ki a nyertes. Nyugodtan jöhettek picit előrébb is, hogy jobban lássanak titeket az emberek, egy picit bátrabban, egy picit előrébb. Nyugodtan gyertek, ha sikerül természetesen. Elég nagy és terebélyes cosplayekkel jönnek a színpadra. Nyugodtan egy félkör alakban állhattok, ha gondoljátok, hogy mindenki talán... Kicsit előrébb. Kicsiket engedjétek. Így. Aki meg tudja tenni, az akár googolhat is. Aki tud, az googoljon. Ezt a páncélosoktól nem várjuk el. Van, aki tud, igen. Hát... Valakinek igen, sikerül. Nagy tapsot azoknak, akik meg tudják ezt tenni. És egy nagy tapsot mindenki másnak is az egész igen, csapatnak. Nagy taps azoknak is, akik nem tudnak. Még a Nazgulunk is mindjárt érkezik. Feltéve, hogyha látja, hogy hová kell jönni, és nem a képernyőn keresztül. Nem a monitoron keresztül érkezik most. Érkezik ő is, igen. És még van egy zsűritagunk ott lent, őt is szeretném megkérni, hogy feljöjjön ide hozzánk. Húzzok, de jön. Én látom a szemén, hogy... Nem. Érkezik a... Szeretném akkor gyorsan bemutatni a zsűritagokat is. Itt van velem Laukó Viktória Rájza, aki már sok versenynek a nyertese, illetve a budapesti Playten is ő volt az egyik kategória nyertese. Suhanj oda. Itt van mellettem, ugye, Pongrácz Anita Miharu, őről szintén szép eredményei vannak cosplay terén, és én voltam a harmadik zsűritag, és hát nagyon-nagyon sok jó jelmezt láthatunk, ezt látjátok is, hogy nagyon sok szép jelmez van, jó jelmez van, nagyon nehéz volt dönteni. A nyeremény egyébként nem kicsi, a két kategória nyertese fejenként 35 000 forintot kap, és ami még lényeges, hogy ti is szavazhattok, tehát a harmadik díjunk az egy közönségdíj. Ezt pedig úgy tudjátok megtenni, hogy itt amint a Playtnek vége van a hétvége folyamán, illetve a legkésőbb a hét elején felkerülnek a Playt Facebook oldalára a versenyzőknek a fotói, és itt tehetitek meg a szavazataitokat, és megválaszthatjátok a ti győzteseteket, tehát ezt mindenképpen érdemes emiatt is már csak fellátogatni az oldalra. Szeretnétek-e valamit mondani ti is a versenyzők kapcsán? Én személy szerint annak örültem, hogy nagyon sokan helyben mertetek nevezni a több-kevesebb, vagy több-kisebb unszolásunkra, de igazából senki nem volt az, aki így elhajtott minket, hanem bevállaltátok mind, úgyhogy örülök, hogy ilyen bátrak voltatok helyben nevezők, meg persze az előre nevezők is. Nekem inkább azt tetszett, hogy mint láthatjátok, nagyon változatos cosplayeket láthatunk, tehát minden egyes különféle, ugye vannak mainstream játékok, mint a LoL, illetve most már ugye a Warcraft filmnek köszönhetően maga a World of Warcraft, és ugye más kategóriában is láthatok cosplayeket, és mindegyik iszonyatosan igényes, és évről évre jobb. És akkor elkezdjük az eredményhirdetést. Én a cosplayesektől majd azt szeretném kérni, hogy a három ember, akit a kategóriákban megnevezünk, az a három ember majd jöjjön ki ide előre, és akkor mindig megmondjuk, hogy ki lett az adott kategória nyertese. Kezdjük a legjobb cosplay kategóriával. Ez igazániból összességében a legjobb kosztümöt jelenti, tehát technikában, karakterhasonlóságban, kivitelezésben, tehát mindenben. A három jelöltünk ebben a kategóriában Szennyai Réka. Ez egy tapsot, a jelölteknek is kérek tapsot. Németh Nikolett. Ide nyugodtan gyertek középre. És Kévés Viktória. Először úgy láttam, mintha nem hitte volna el, hogy... És a legjobb cosplay nyertese Németh Nikolett lett. Gratulálunk! Ő lett a legjobb cosplay kategória nyertese, és akkor megyünk tovább a legjobb gamer cosplayre.
Ez igazániból szintén ugye egyrészt a legjobb cosplayt jelenti, de ebben benne van nagyrészt ugye a hasonlóság is, tehát ez nem muszáj a legbonyolultabb jelmeznek lennie, hanem ami úgy igazán a karakterre úgy nagyon hasonlított, jól is volt kivitelezve. És a három jelöltünk ebben a kategóriában, Pallagi László, Domokos Dóra, és Szennyai Réka. A legjobb gamer cosplayt pedig Szennyai Réka nyerte. Gratulálunk! És ne felejtsétek, hogy a harmadik díjunk, azt ugye ti fogjátok kiosztani, tehát ti fogjátok kiválasztani ezek közül az emberek közül a ti nyerteseteket, és ezt mindenképpen gyertek a Facebook oldalra, és mindenképpen szavazzatok, és segítsetek nekünk ezt eldönteni. És egy nagy tapsot kérek szépen mindenkinek, minden versenyzőnek. És mielőtt lemennének, azért szeretném, ha bekiabálnátok a kedvencetek nevét, a kedvenc karakteretek hangos nevét a mezőnyben. Jó hangosan, háromra, jó? Egy, kettő, három! Most így... Melyiket értetted? Hát én a Lich Kinget először is. Lich King biztosan. Jól hallottam, hogy volt Lich King? Lich King volt. Jól, hát... Pszichót is hallottak itt lent. Hát itt pucélkodik itt a népnek, én... Nekünk is megvoltak a magunk kedvenc, egy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek szinte... Azt hittem más mondasz. Más a kedvence. Jó, tehát mindenképpen gyertek, szavazzatok és választjátok ki a ti kedvenceiteket is. A versenyzőknek is köszönjük, hogy itt voltatok, és gyertek legközelebb is, mi örülünk nektek nagyon, hogy... És a csoportkép, igen, most lehet fotózni a csoportképet, valahogy próbáljunk beállni. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Még egyszer nagy tapsot. Én nagy szeretnék tapsot, kérni a versenyzőknek, hiszen megérdemlik. Akkor átadjuk a következő programnak a terepet. A terepet a kollégáknak.